Üdv mindenkinek! A következő videóban elsősorban a kollégákhoz szólok. A dolog apropóját az adja, hogy ahogyan itt az alul kis látható jelvényen is látjátok, az év elején megszereztem a Prezi Certified Educator Trainer minősítést, ahhoz járt ez a kis jelvényke, és ez azzal is jár, olyan vállalást is tettem, hogy a kollégáim között népszerűsíteni fogom, illetve a Prezinek a különböző szoftvereit, illetve segítséget adok nekik azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják ezeket hatékonyan használni az oktatásban. Tehát most ennek az első elemét láthatjátok. Hogyha nem vagyunk személyes ismerősök, és esetleg eddig még nem követtétek be a Facebook oldalt, a kifordított magyaróra Facebook oldalt, akkor érdemes ezt megtenni, mert a közeljövőben webináriumot is fogok hirdetni tanárok számára, ahol közelebbről is megismerkedhettek a Prezi használatával. És nem csak a tudásért magáért érdemes ezeken részt venni, hanem azért is, mert egy ilyen igazolással ellátott trénerként 90 napos ingyenes licencet is tudok nektek adni. Tehát érdemes követni a csatornát, az Instagramot és a Facebookot. Először egy pár szót arról beszélnék, hogy én miért a Prezit választottam. Onnan indul a történet, hogy tavaly nyáron elhatároztam, hogy én megpróbálkozom a saját tanári munkában a kifordított osztályterem módszertanának az alkalmazásával. Na most ez azzal jár együtt, hogy viszonylag sok rövid videót kell ehhez készítenem, és egy olyan programot kerestem, amit viszonylag kevés technikai tudással, viszonylag olcsón, gyorsan és hatékonyan lehet használni. Tehát úgy szerettem volna a videókat készíteni, hogy az informatív legyen, viszont nem szerettem volna animálással, meg vágásokkal bíbelődni, és nem szerettem volna érte nagyon sok pénzt fizetni. Így jutottam el a Prezihez, és az oktatók számára létrehozott licenc azt jelenti, hogy nagyjából egy streaming szolgáltatás havi díjáját tudom használni a Prezinek a programjait. Na de nézzük is meg, hogy konkrétan milyen programokról van szó. Az egyik legnagyobb előnye a Prezinek szerintem, hogy tulajdonképpen három szoftvert kapsz egynek az áráért, tehát mondom, ez úgy nagyjából egy streaming szolgáltatásnak az árával egyenlő ez a havidíj, és ezért tulajdonképpen nem is egy, hanem három programot kapsz. Egyfelől tudod használni a Prezi Presentet, ami ugye a diakészítő programja, vagy diasorozat készítő programja Prezinek. Ez az, ha valaki emlékszik rá, ez az, amivel nem is tudom, talán már 10-11 éve is, vagy 11 néhány éve is megvan annak, hogy a Prezi megjelent a piacon. Ugye azzal robbant be a Prezi, hogy ilyen nagyon innovatívan kinéző, dinamikus, animált diákat lehetett nagyon egyszerűen készíteni vele. Na ennek egy jóval tovább fejlesztett változata a Prezi Present. Hogyha megnézitek a kifordított magyaróra csatornán látható videókat, akkor láthatjátok, hogy ez nagyjából mit jelent ezeket mind már Prezi Presenttel, illetve néhányat Prezi Designnal készítettem, és nagyon rövid idő alatt. Aztán szintén használni tudja az ember az imént említett Prezi Design nevű programot, ami tulajdonképpen egy ilyen infografika, egy grafikus program alapvetően, tulajdonképpen a Canvához hasonlít, egy grafikus program, amivel nagyon rugalmasan tudsz különböző méretben infografikákat, képeket, mindenféle vizuális oktatási eszközöket készíteni. Megint csak a saját csatornámra utalva, nagyon sok videónak a borító képét Prezi Designnal készítettem. Nagyon egyszerű a használata, rengeteg sablonból lehet választani. És egyébként én azért is szeretem nagyon a Prezit, mert az ember teljesen a nulláról is felépítheti a saját diáit, vagy a saját grafikáit, tehát indíthatsz egy teljesen hófehér lapból, és teljesen a saját igényeid szerint építheted fel az adott diasorozatot, vagy grafikát. Ugyanakkor rengeteg, úgy értsétek a rengeteget, hogy több száz nagyon rugalmasan használható sablonból is válogathatsz különböző színvilággal, különböző grafikával, és ezeket szabadon variálhatod, tehát gyakorlatilag a végtelen számú lehetőség áll előtted azzal kapcsolatban, hogy milyen diákat, milyen grafikákat készítesz.
És a harmadik szoftver, amit a Prezi licenccel kapsz, az a Prezi Videó, ami egy nagyon sokoldalúan használható program. Egyfelől a meglévő PPT diáidat, hogyha nem akarsz azzal majolni, hogy preziket csinálsz belőlük, akkor rögtön magukat a PPT diákat is nagyon könnyen integrálhatod, nagyon egyszerűen csinálhatsz belőlük Prezi videót. Aztán ezzel a Prezi videóval azt is csinálhatod, hogy fölveszed, és akkor egy újra és újra lejátszható videófilmet csinálsz tulajdonképpen, vagy egy ilyen animált tartalmat csinálsz, vagy pedig használod őket egy online óra során. A Prezi videó az a közkeletűen használt ilyen online meeting szervező programok, tehát a Google Meet, a Zoom, a Microsoft Teams, ezekkel minden használható, ezekkel integrálható, ezekről majd később még lesz szó, tehát ilyen módon is használhatod a Prezi videóval elkészített tartalmaidat. És egyébként az is jó még a Preziben, én azért is szeretem, mert nem csak online tudod használni, hanem letöltheted az asztali alkalmazást is, és akkor nem vagy kitéve annak, hogy milyen minőségű a net, hogy esetleg akadozik, vagy megáll a net, szóval sokkal kevésbé sérülékeny a dolog. Na, nézzük egy picit először magát a Prezi diákat. Bocsánat, most egy picit bénáztam. Tehát nézzük, hogy milyen diákat hozhatsz létre. Itt most tényleg csak nagyon röviden, ha megnézitek a csatornán lévő videókat, akkor látjátok, hogy nagyjából milyen jellegű diákat lehet létrehozni, és ehhez hozzátartozik, hogy én nem vagyok különösebben penge még a Prezinek a használatában, tehát nekem csak annyi számított, hogy hatékonyan tudjam az információkat megjeleníteni a videóban, mert pontosan tudom, hogy a diákok egy része nem fogja az egész videót megnézni, vagy nem fogja folyamatosan figyelni, hanem beleteker, csak az információkat nézi. Tehát számomra fontos volt, hogy jól jegyzetelhető formában jelenítsen meg az információkat. De a Prezivel ugyanakkor lehet nagyon látványos dolgokat is létrehozni, így például interaktív diákat, amiben bele tudsz zoomolni, ki tudsz belőlük zoomolni, vagy beléjük integrálhatsz videókat, ezek el tudnak indulni a bemutató során. Lehet bele mindenféle ilyen vicces gifeket rakni. Ja, igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ha megvásárolod ezt a Prezi előfizetést, akkor nem csak a szoftvereket kapod, hanem egy hihetetlenül sok elemből álló, ingyenesen használható fotó, GIF és ikonkészletet is. Tehát tényleg a lehetőségek tárháza az szinte végtelen. Tehát GIF-ek, fotók, mindenféle grafikai elemek integrálva vannak ebben az előfizetésben, és ezeket nagyon rugalmasan tudod használni. Például focilabdát is pattogtathat, tényleg rengeteg féle vizuális elem van. Persze most erre gondolhatja bárki, hogy ez sima parasztvakítás, és egy jó tanárnak erre nincs szüksége. Hát nyugodtan lehet ezt is hinni, de és biztosan vannak olyan tanárok is, akik a hangjukkal önmagában le tudják kötni egy egész osztálynyi diák figyelmét, de azért az a tapasztalat, hogy bizony ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy a diákjaink folyamatosan figyeljenek, akkor ahhoz le kell kötni a figyelmüket, márpedig ők egy olyan világban élnek, ahol vizuálisan azért annál izgalmasabb ingerekhez is jutnak, mint hogy egy tanár áll a tábla előtt és beszél, tetszik vagy nem tetszik, ez a mai valóság. Na, igen, miért is jó a Prezi videó? Egyrészt baromi egyszerű használni, én nem vagyok egy különösebben digitálisan pallérozott ember, egy egyszerű felhasználó vagyok, mégis nagyon gyorsan és szerintem egészen jól működő tartalmakat tudok létrehozni. Iszonyatosan jól néznek ki a sablonok, itt most tényleg csak egy kis ízelítő, eszméletlen jó diákat lehet ezekkel létrehozni. És mint mondtam, videókat is lehet velük készíteni, illetve videokonferenciák, online órák során is hatékonyan lehet ezeket használni. Igen, és ahogyan azt már mondtam, egy egyszerű PPT-vel, akár egy egyszerű régi PPT-t is levetíthetünk a segítségével, integrálhatjuk ezeket a Zoom-ba, vagy a Google Meet-be, vagy a Microsoft Teams-be,
És ennek segítségével nagyon jól szervezett, nagyon hatékony továbbképzéseket is készíthetünk, tehát nagyon egyszerűen lehet online tréningeket, webináriumokat és különböző virtuális eseményeket megvalósítani ezek segítségével. Erre láthattok példát. Paul egyébként a Prezinek az egyik, hát úgynevezett ilyen rezidens tanára, aki a Prezi továbbképzések anyagainak a többségét készíti, természetesen Prezivel. De nézzük meg, hogy hogyan lehet az iskolai hétköznapokban még használni a Prezinek a termékeit. Ugye egyrészt nagyon jól használható az online, pontosabban a hibrid oktatásban. Nagyon hatékonyan lehet vele online osztálytermeket szervezni és működtetni, illetve az iskolai közösségben egyéb célokra is nagyon jól használható. Menjünk ezeken gyorsan végig. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, sőt, nem gondolom, hanem biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki a covidos idők elmúlta után is nagyon sok mindent megőrzött az online oktatás elemeiből, tehát, hogy próbálom valamilyen hatékony mixben használni a jelenléti és az online oktatásnak az egyes elemeit. Én például a kifordított órák rendszerét választottam, de másféle módokon is lehet a kettőt vegyíteni, és a Prezi Present, illetve a Prezi videóval nagyon jó videós útmutatókat lehet készíteni, nagyon jól lehet kifordított órákat megvalósítani, és mindenféle segédanyagokat lehet ezekkel alkotni. Aztán az online órákon is hatékonyan használható ez a szoftver, ahogyan már arra utaltam is. Az egyik nagy előnye az, hogy végre el lehet felejteni a megosztott képernyőt, ami egyfelől persze hasznos, ha nagy a szükség, de ugyanakkor szerintem mindannyiunknak voltak kínos élményei abból fakadóan, hogy nem igazán ügyesen sikerült ezt használni. Ráadásul a tanári jelenlét az nem nagyon tud hatékony lenni, ha összvisz egy kis kocka vagy egy kis négyzet vagy valamelyik sarokban. A Prezi videó azért jó, mert virtuálisan tudod megjeleníteni a tartalmaidat, és ezáltal sokkal inkább benne maradhatsz az interakcióban a diákokkal, és ezáltal könnyebben fel tudod tartani a figyelmüket és az aktivitásukat. De nem csak az osztályteremben használható a Prezi videó hatékonyan, hanem az iskolai közösség életének az egyéb szinterein is. Így például nagyon jó lehet, például vannak iskolák, ahol rendszeresen vannak ilyen hétindító vagy napindító összejövetelek, ahol az iskola vezetés valamiféle az egész iskolát érintő információt ad át. Na ezt például remekül meg lehet valósítani rövid videós bejegyzések formájában, akár a hírlevél formátumot is át lehet alakítani videós hírlevélé, és akár osztályfőnökök számára is nagyon hasznos lehet, hogyha nem hosszú uncsi e-maileket írtok vagy írunk a szülőknek, vagy akár a diákoknak, hanem egy 3 perces videóban elmondjuk, hogy nem tudom, mire kell számítani az osztálykiránduláson, mi várható a következő hetekben. Tehát ez talán nekünk még fura lehet, mert mi egy ilyen papíralapú generáció vagyunk, és a táblavázlatban, meg a leírt szóban hiszünk, de nagyon-nagyon hatékonyan használható a videós formátum, akár ilyen teljesen hétköznapi célokra is. Jó, itt azt mutatja ez a fotó, hogy hogyan néz ki nagyjából a Prezi videónak a szerkesztő felülete, mert nem csak úgy tudsz videót csinálni, hogy egy már meglévő diát integrálsz, és azt játszod le, hanem ennél van egy egyszerűbb eszköz is, amikor csak alapvető információkat, egy-egy képet raksz az arcod mellé. Erre is láthattok példát a kifordított magyar óra csatorna videói között. Jó, és itt ismét megmutatják a diák, hogy milyen ilyen videokonferencia szoftverekkel lehet használni. Ugye Zoom, Google, Microsoft Teams talán Magyarországon ezek a legtöbbet használtak. Google Classroomban is nagyon jól használható, és hogyha letöltöd a Google piactérről a Prezi appot, akkor gyakorlatilag egyből bele tudod integrálni a Google Drive-odba is, és ugyanez igaz a Microsoft Teams-re is. Na, nagyon röviden és hadarósan ez lett volna egy ilyen kis
teaser arról, hogy miért érdemes a Prezi szoftvereit használni. Ha sikerült felkelteni az érdeklődésed, akkor figyeld a kifordított magyarulra Facebook oldalát, esetleg Instagram oldalát, esetleg mindkettőt, és keresd a majd a megvalósuló webináriumokat, illetve nyugodtan kérdezz a videó alatt, vagy a Facebookon, vagy ahol jól esik. Köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy még találkozunk.